Ahhoz, hogy valaki a könyvtárban kutasson, mindenek előtt szabadidőre volt szükség, hiszen az anyagok csak a nyitvatartási időben voltak elérhetők. A digitalizálás előtérbe kerülésével ez változik, illetve változhat. A kutatók munkáját megkönnyítendő a Bródy Sándor megyei és városi könyvtár a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott sikeres pályázatának köszönhetően digitalizálta a megyei napilap 1953 és 2010 közötti számait, ami így bárki számára elérhető az interneten, a hungarikana.hu oldalon keresztül. Keresőszavakat beírva a Hungarikana teljes adatbázisában, akár más megyék napilapjaiban is kereshetünk. A korábban csak a könyvtárban, a helytörténeti részlegben olvasható évfolyamok nem mindegyike volt teljes, sok oldal hiányzott. Most viszont sikerült a teljes anyagot digitalizálni. Ezzel mi is szembesültünk a munka kezdetén. Nagyon nagy munka volt, fél évig tartott, amíg összegyűjtöttük az összes lapszámot, a hiánypótlásokat pótolni tudtuk. Nem egyedül végeztük, a megye kulturális intézményeivel közösen sikerült ezt megvalósítani. Meg kell említenünk a Főegyházmegyei Könyvtárat, ami nagyon nagy segítségünkre volt ebben, a Főegyházmegyei Levéltárat és a Gyöngyösi Vahot Sándor Városi Könyvtárat. A tapasztalatok szerint az emberek egyre nagyobb érdeklődéssel fordulnak a helyi információk, események, történések felé. A könyvtár tervei között szerepel további napi és heti lapok, üzemi lapok, iskolai értesítők bedigitalizálása, de ez a pályázatok függvényében több évig is eltarthat majd. Az adatbázis használat megkönnyítése érdekében hamarosan tanfolyamot is hirdet a Bródy Sándor megyei és városi könyvtár.